Ebben a videóban néhány hasznos tanácsot és gyakorlatot szeretnék veletek megosztani az ugrálókötelezéssel kapcsolatban. De előtte nézzük meg röviden, miért is jó ugrálókötelezni. Kiválóan fejleszti a ritmusérzéket és remek módja az állóképességünk javítására. Remekül kombinálható egyéb kardiós gyakorlatokkal, erősíti a vádlit, segít a rugalmas és gyors lábmunka fejlesztésébe. Az ugrálókötél hosszát úgy állítsuk be, hogy ha páros lábbal rálépünk, akkor körülbelül a derékunk magasságaig érjen fel. Az ugrálókötél anyagára is érdemes odafigyelni, lehet hagyományos kötélből, vagy a modern műanyag is, mindegyiknek van előnye és van hátránya. Hatékonyság érdekében kerüljük a gyerekkorunkban kedvelt módszereket, a térdből ugrálókötelezés, valamint a kettőt ugrunk egyet hajtunk típust. A ritmus megtalálásához hajtsuk magunk mellett a kötelet, és próbáljunk abban az ütemben szögdelni, amikor a kötél érinti a talajt. Ezután kezdjük a sima páros lábbal, figyeljünk, hogy lábujjegyen szögdéljünk, épp csak akkor át, hogy átugorjuk a kötelet, a hátunk legyen egyenes, a mellkasunkat húzzuk ki, és a vállunk legyen lefeszítve. Páros lábban már eleget gyakoroltunk, akkor próbáljuk meg váltott lábbal, ami még jobban fejleszti a ritmusérzékünket. A válli erősítéséhez csökkentsük a váltások gyakoriságát, és szögdéljünk tovább egy lábon. Szintén remekül fejleszti a vállit, ha duplán hajtunk és csak egyet ugrunk közben. Haladóbb gyakorlat, ha magunk előtt keresztezzük a kötelet, és úgy ugrunk át rajta. Ritmus érzéket és az ügyességet is fejleszti, ha magunk mellett is hajtjuk a kötelet, ezt lehet egy oldalon vagy mind a két oldalon gyakorolni. Combok erősítését is meg lehet oldani ugrálókötél segítségével, például ha az oldalhajtások között guggolásokat iktatunk be. Egyéb erősítő gyakorlat lehet még a páros lábon felugrás, valamint ha a pihenő időben is beiktatunk valamilyen lazább testmozgást, például árnyékboxot, esetleg különböző fekvőtámasz típusokat. Végre megosztanék veletek egy hasznos edzésmódszert, ami nagyban hozzájárul az állóképességünk fejlesztéséhez, természetesen bárki kitalálhat egyéb ismétlés számokat, különböző gyakorlattípusokat, amik szabadon kombinálhatóak.